Homokzsák, lapát, kesztyű, mindenki, aki segíteni akar menteni a menthetőt, egyeztessen az érintett hatóságokkal, önkormányzatokkal, szólít fel az árvízvédelemben részt vállaló Adorján Béla. A Jobbik konzervatívok elnöke személyesen segít homokzsákok pakolásával különböző helyszíneken. Zoltán beszélget vendégünkkel. Köszönöm szépen, Áron, jó napot kívánok ismét a nézőknek, és jó napot kívánok Adorján Bélának, a Jobbik elnökének. Derűs napot kívánok én is mindenkinek. Beszélünk majd arról is, hogy miért nem, mint Jobbik konzervatívok elnökeként mutatom most be, hiszen névváltoztatás történt, de hát a hírsorrendben egy másik változás ezt megelőzi, ez pedig a vízállásnak a változása, hiszen áradás van Magyarországon, és önök is részt vállaltak a védekezési munkálatokból, úgyhogy kérem, kezdjük ezzel, mert aki követi a közösségi médiát, az azt láthatja, hogy elárasztják a politikusi kommentek a különböző felületeket, mindenki reagál, sokszor vádaskodásba hajlik. Ön úgy fogalmazott, hogy végre értelmet nyert a politikus, mint közszolga. Ön hogyan látja? Ez egy politikai verseny, ami most történik egyáltalán, hogyan tekint erre a szolgálatra? Határozottan arra biztatok minden politikust, hogy versenyezzenek, minél több homokzsákot töltsenek meg, de a fontossági sorrend természetesen az meghatározott és egyértelmű. Az elsődleges feladatunk az, hogy magyar emberként mindent elkövessünk annak érdekében, hogy az árhullám a hullámtérbe a gátak között maradjon. Minden lapátra, minden homokzsákra szükség van, és akár minden politikusra is szükség van. Örülök neki, hogyha ezt valaki selfie versenynek tekint. Én azt is javasoltam egyébként Vácon, amikor személyesen is raktam a lapáttal a homokot a zsákokba, hogy minden kupac mellé ki kellene tenni egy selfie pont jelzést, hogy hát, ha minél több politikus jönne, és minél több zsákot megtöltenének, több millió homokzsákot kell megtölteni ahhoz, hogy elkerüljük azt a katasztrófát, hogy elárassza a lakott területeket a víz. Nyilván egy politikusnak abban is van felelőssége, hogy a szimpatizánsait mozgósítani tudja, de mégis még visszacsatolnék az első kérdésemre. Hogyan látja? Van verseny a hazai pártok között? Én azt látom, a magunk részéről szeretnék leginkább nyilatkozni, hogy mi úgy reagáltuk le az árvízi helyzetet és ezt a versenyt, ha úgy tetszik, hogy azonnali hatállyal egy rendkívüli elnökségi megbeszélést tartottunk, és ebbe úgy határoztunk, hogy a Jobbik teljes elnökség, illetve frakciója, alkalmazotti stábja és minden aktivistáját felhívunk arra, hogy vegyen részt az árvízi védekezésbe. Ennek volt egyébként ez közvetlen eredménye, hogy Vácon például szinte a teljes elnökség, a frakció több tagja is ott pakolta a homokzsákokat, és ez nagyon fontos. Ön Jándon él, amelyet öntött már el víz. Több árvízi védekezésben is részt vett már az elmúlt sok-sok évben. Mi a tapasztalata, hogyan lehet önkéntesként jól hatékonyan segíteni a védekezési munkát? Igen, én közel 300 kilométert autóztam ahhoz a Duna partjára, hogy tudjak segíteni, és ezt nem a selfie miatt tettem. A legfontosabb, hogy az önkéntesek vegyék tudomásul, hogy az árhullám az egy hihetetlenül veszélyes dolog. Emberéleteket vehet el, emberéleteket veszélyeztethet. Én a magam részéről a 2001-es árvizet olyan módon éltem át, hogy kint voltam a gáton akkor is, amikor Tarpa térségében kiszakadt a gát, és részt vettem a mentesítő munkálatokban is. Mindenki tartsa be a szakhatóságok utasításait. Ez elsősorban a vízügy, aki szakemberként jelen van a területen, a katasztrófavédelem, és természetesen a katonaság, illetve az önkormányzatokkal vegyék fel a kapcsolatot, akik operatív törzsként működnek a saját településükön. Nagyon fontos, hogy ott kell védekezni, ahol a legnagyobb a baj. Ezt nyilvánvalóan egy önkéntes, aki akár 10 kilométerről vagy 300 kilométerről odaérkezik, az nem tudja felmérni. Tehát ha valaki segíteni akar, úgy segítsen, ahogy az a helyieknek és a szakembereknek megfelelés jó. Többször is hangsúlyozta, hogy Vácott voltak társaival és önkéntesekkel együtt segíteni a védekezést. Hogyan ítélte meg az együttműködést? Hogyan ítéli meg? Hihetetlen öröm volt azt látni, hogy a magyar társadalom összefogott. Nagyon sok diákot, nagyon sok civilt láttunk. Akkor egyébként, tehát most ha jól tudom, akkor Vácott már nagyjából 300 ezer homokzsák telt meg, és remélem, hogy minden településen hasonló mértékű az aktivitás. Most nem válogathatunk. Mi egy nemzet vagyunk, egy országban élünk, és mindannyiunknak össze kell fogni ahhoz, hogy meg tudjuk menteni a hatalmas kártól ezt az országot, illetve a térséget. Nagyon-nagyon jó volt látni diáktól az aggastyánig,
kijött mindenki. Voltak, láttam egy ilyen pici gyereket, egy 10 éves körű kisgyereket, aki édesanyjával érkezett egy picike kis lapáttal, és ő is szorgalmasan pakolta a zsákokat. Ez örömteli és azért szívderítő, hogy Magyarország képes összefogni, hogyha baj van. Hogyan ítéli meg, még egy kérdést engedjen meg, az árvízzel kapcsolatban, hiszen több szakember is hangsúlyozza, hogy a tetőzések most következnek, de az árhullám még velünk marad, hiszen egy lassú apadásra kell készülni, tehát figyelni kell folyamatosan azt, hogy a gátak milyen állapotban vannak. Ezt a figyelmet hogyan lehet fönntartani? A politikának ebben milyen felelősséget lát? Hogy minél többet szóljunk az állampolgárokhoz, minél többször hívjuk fel arra a figyelmet, hogy az önkéntesség most elengedhetetlen, minél többször mondjuk el azt, hogy bár véleményem szerint létszámában a szakemberek jelen vannak, de mégis kevesen vannak ahhoz, hogy a fizikai munkát el tudják végezni. Ezért én azt gondolom, hogy minden kitett poszt a világhálóra az segíti, hogy minél többen úgy gondolják, hogy akkor ma délután én ki fogok menni és segíteni fogok. Kérem, folytassuk azzal, hogy a Jobbik 34. kongresszusának küldöttei visszatértek, vagy legalábbis úgy döntöttek, hogy visszatér a közösség a régi nevéhez, a Jobbik konzervatívokból ismét Jobbik lett. Másfél évet élt ez az elnevezés. Miért döntöttek így? Én egy picit pontosítanék, Jobbik Magyarországért mozgalom lett újra. Jobbik Magyarországért. A Jobbiknak a neve. Hogy miért? Az árvízről beszélgettünk, és egy alulról építkező összefogásról. Gyakorlatilag ezért. Mi, jobbikosok, így éljük a hétköznapjainkat, egy alulról szerveződő, a társadalomban elvegyülő és velük együtt élő politikai szervezet vagyunk. Sokkal inkább mozgalom, mint politikai párt az, amit én elképzelek a jövőben. És egyébként én ilyenbe léptem be. 2009. augusztus 20-án csatlakoztam ehhez a szervezethez, ami akkor abszolút mozgalomként működött. Egyébként a konzervatív értékek, azok számunkra alapvetések. Erre a fundamentumra építjük azt a politikát, ami a társadalom összességének a problémáit próbálja meg képviselni, és ez az a fundamentum, ami meglehetősen erős szellemi és lelki tartalmat ad a mi politikai tevékenységünknek. Zékárpád Dániel fogalmazott úgy politikus társal minap egy interjúban, hogy nemzeti minimumok kialakítására próbálnak majd törekedni a következő időszakban. Jól érzem, azt érzékelem, hogy a nemzeti politizálás felé próbálnak meg eltérni? Határozottan igen. A Jobbik Magyarországért mozgalom most már nevében is hordozza azt, amit mi elképzelünk. Mi a konzervatív értékekre alapozva egy modern, fejlődő és versenyképes Magyarország építésében kívánunk részt venni, és azt próbáljuk meg segíteni. Minden olyan politikai szervezettel szívesen ülünk le tárgyalni, akik ugyanezt gondolják. Számunkra a legfontosabb az, hogy Magyarország egy szuverén és erős országként jelenjen meg újra Kárpát-medencében, illetve Európában. Ehhez nagyon sok munkát el kell végezni. Azt is el kell mondanom kritikaként, hogy sajnos Európában nem túlságosan kielégítő számomra a Magyarországgal megfogalmazott vélemény. De nekünk makacsul tartani kell ahhoz magunkat, hogy mi magyar emberek vagyunk, és Magyarországban élünk, és mi szeretjük a hazánkat, és megpróbáljuk olyan magasságokba emelni, amilyenbe csak lehet. Szűk egy percünk van hátra, elnök úr, de beszéljünk még kérem arról, hiszen együttműködéseket említett. Az európai parlamenti választáson nem értek el 1%-ot, ami most volt. Milyen együttműködésekre gondol, milyen pártokkal tudja ezt elképzelni? Korábbi elnökük Jakab Péter például a Tisza pártot javasolta. Én nem javasolok egyetlen pártot sem megnevezni az együttműködésben. Mi minden olyan politikai szervezettel hajlandóak vagyunk párbeszédet folytatni, és nem alá vagy fölé rendelt szerepben, hanem egyszerűen párbeszédet folytatni velük, hogy akik valóban Magyarország független és fejlődő létét próbálják meg segíteni, illetve megteremteni. Nekünk ez az alapvetés. Semmilyen koalíciós törekvésünk egyelőre nincsen. Nincsen semmi olyan szándékunk, hogy valakivel szoros együttműködésbe próbáljuk meg képviselni azt, amit mi vallunk, hanem olyan tárgyalóasztal mellé tudunk és akarunk leülni, ami a magyar emberek érdekeinek a képviseletére hivatott. Olyan problémákkal akarunk foglalkozni, és olyan politikai szervezetekkel, akik hozzák hasonlóan azt vallják, hogy ez a nemzet jobb sorsra érdemes. Adorján Bélának köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm a meghívást.